Magyar Kupa mérkőzésen győzött idehaza városunk csapata a fővárosi MTK ellen, ami jelenleg a negyedik helyen áll az első osztályú bajnokságban. Az MB3-as FC Ajka csapata óriási bravúrt hajtott végre a 2-1-es győzelemmel, amivel a Magyar Kupa 8 döntőjébe került. Ott a DVSC lesz az ellenfele már oda-visszavágó alapon. Ebbe a fordulóba egyébként három harmadik osztályban játszó csapat került, az Ajka mellett az András Hida és a Taksony. Ott van a legjobb 16 között az MB3-ban az ajkai csapatot hajszállal megelőző, és az MB2-be frissen felkerült Kaposvár is.